90 évvel ezelőtt lépett fel először Kecskeméten Fedák Sári. Kora egyik legismertebb és legsikeresebb színművésznője, primadonnája az 500 éves magyar dal című estjét hozta el a híres városba. A Katona József Színházban megtartott előadás óriási sikert aratott. A kecskeméti közlöm tudósítója így számolt be róla. A közönség rendkívül lelkes figyelemmel s tapsorkánokkal kísérte az előadást. Fedák Sárit első belépésekor zöld, regős öltözetben volt, szűnni nem akaró tapsvihar fogadta. Az előadás annyira megbűvölte a közönséget, hogy annak végeztével negyed óráig maradt a nézőtéren, ráadást kérve és kapva. A függöny vagy 10-szer fel és lement, míg a közönség a ruhatárhoz kívánkozott. Fedák Sári 2 hónappal később, 1929. decemberében ismét fellépett Kecskeméten. A betegsége miatt először elhalasztott előadása, a Szökik az asszony című operett is hatalmas ünneplést kapott.